Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Javában zajlik a felkészülés Sóstón a nyárra, kimagasló szezonban bíznak a fürdővezetői. Erről is szó lesz ma, íme a teljes kínálat. Bejárás az ipari parkban, további beruházók érkezhetnek. Rekord év lehet, készülődnek a sóstói fürdőkben a nyárra. Gazdafórum Manda Bokorban a pályázati lehetőségekről tanácskoztak. Ha jól sikerül ez az év, a 20 milliárd forintos adóbevételt is elérheti Nyíregyháza, ez pedig 5 év múlva akár meg is duplázódhat, mondta Kovács Ferenc polgármester a déli ipari park helyszínbejárásán. A városvezető úgy látja, nem csak a fiatalok kivándorlását lassíthatják az ide érkező beruházások, de az önkormányzat bevételeit is nagy mértékben növelheti a város által üzemeltetett ipari park. Dolgoznak a munkagépek a Nyíregyházi Ipari Park bővítésén, amire több ütemben összesen 192 milliárd forint összegű támogatást kapott Nyíregyháza a magyar kormánytól. A közgyűlés még 2019-ben fogadta el egyhangulag a város befektetés ösztönzési stratégiáját, amelynek eredményeként 640 hektárral bővült a már meglévő mintegy 130 hektáron betelt ipari park. Várhatóan így fog kinézni nem sokára a német Boysen új beruházása, amely jelenleg az építési fázisban van. Az ipari park fejlesztés terveinek leszállítása várhatóan 2025 harmadik negyedévéig fejeződik be. A polgármester szerint ezek a beruházások kulcsfontosságúak a város jövőjét illetően. Van egy világgazdasági technológiai váltás, ez az autóiparban a leglátványosabb. Van egy átállás elektromos autókra. Elektromos autók alkatrészei azt mondják, 30%-a a régi benzines dízeles kocsiknak. Ebből azt következik, hogy 70%-ra nem lesz szükség, de nem lesz szükség azokra a cégekre és azokra a munkahelyekre sem. Itt mögöttünk a Boysen BMW beszállító cég egy már felépített üzemét látjuk. Ők kipufogókat gyártottak több évtizedig a BMW-nek, elektromos autóban nem kell kipufogó. Ez a 27. gyáruk a legnagyobb, de ez már a jövőnek szól. Tehát ez egy biztos, jövőben mutató, fenntartható beruházás. A másik a Debrecen. Debrecenben rengeteg munkahelyteremtő beruházás van folyamatban, vagy már valósult meg. Nyíregyházát is sújtja egy kivándorlás, a fiatalok évtizedek óta elmennek, és sokan nem itt telepednek le. Tehát ezért is kell, mert Nyíregyháza jövőjét, azt mondtam többször, a következő 100 évet meghatározhatja ez az évtized, amiben most vagyunk, és ennek egyetlen egy ellenszere van, színvonalas munkahelyteremtő beruházások idevonzása. Ez persze mást is jelent, az önkormányzatnak lesz adóbevétele, óriási növekedés várható, 2010-ben 7,1 milliárd volt az adóbevétel, most, ha jól sikerül az évünk, elérhetjük a 20 milliárdot, és erre mondtam, hogy ez 5 év múlva megduplázódhat. Az M3-as autópálya mindkét oldalán zajlanak az ipari park bővítésével kapcsolatos munkálatok. Ezen a területen például az Opus Titás ZRT már kiépítette a középfeszültségű földkábeleit, amelyről a WScope Hungary Plant Kft. Várhatóan az idei év második felében el tudja kezdeni próbaüzemét. Mégis ez a 640 hektár, hogy mi volt, milyen kapcsolódási pontja van például ugye a régi ipari parkhoz, ami egy 130 hektáros terület, amely nem csak a területét tekintve telt be, hanem kapacitás korlátos is volt már, és hiába van esetleg egy-egy tulajdonosnak még szabad bővítési területe az adott ipari parkban, hogyha már nincsenek se gázkapacitás, amely szabad kapacitás, amely rendelkezésre, vagy sem elektromos energiakapacitás, akkor nem tud fejlődni, nem tud tovább lépni. És nem csak az új területen zajlanak itt a hátunk mögött, ugye a német Boysen, a BMW beszállítójának az építkezése látszik, hanem
az önök hátam mögött a Jászplasztik, amely már évek óta, évtizedek óta Nyíregyházán tevékenykedik, ő is bővít, ugyanúgy, ahogy a Nyírlift is bővít, és hát nyilvánvalóan ezeknek a bővítéseknek mindig van valamilyen közműkapacitás igényük, és ezeket a kapacitás igényeket is ki tudjuk szolgálni, amellett, hogy az új területekre egyrészt új befektetőket, másrészt régi új nyíregyházi vállalkozóknak is tudunk helyszínt biztosítani, ilyen például az MCL Kft., aki a Tünde utcán több mint két évtizede tevékenykedik, hídelemeket gyártanak, viszont a Tünde utca környékén már tulajdonképpen kinőtték a saját telephelyüket, és a saját fejlődésüknek az önnön korlátja volt a telephelynek a bővítésének a lehetetlensége. Úgyhogy ebből adódóan ők itt az ipari parkban a harmadik megálló helyen az Opus Titász által létesítendő új NYIP 2 alállomás melletti területen vásároltak területet. A megállási pontok azok lényegében szerettünk volna minden egyes pontján megmutatni a helyszínen, hogy hol tartunk most, hiszen most még az 50 méteres közműsáv látszik itt a hátunk mögött. Na de hamarosan megérkeznek majd a közművezetékek. Részben már ugye az Tigáz által már telepítés alatt vannak az acélvezetékek, de hamarosan érkezik majd a második résznek a kivitelező konzorciuma, aki amellett, hogy a víz, a szennyvíz, az optikai kábel, hálózatot fogja lefektetni, közvilágítási oszlopokat, kamerarendszert fog kiépíteni, emellett persze a kétszer egysávos ipari belső úthálózat kiépítését is megvalósítja, és azokon a pontokon, mondjuk a második megállóhelyen, amely a W-Scope-tól keletre lévő felüljáró jelenleg is működő mezőgazdasági forgalom számára még az M3-as autópálya építésekor létesített felüljárón álltunk meg. Úgyhogy azon a felüljárón ugye ott lesz majd a közvetlen direkt autópálya csomópontja az ipari parknak, amelynek a tervezési munkálatai ebben a negyedében reményei szerint megindul. 18 hónap a tervezési időszak, és ezt követően forrásbiztosítás mellett egy ilyen két év, rákövetkezendő két éven belül egy közvetlen autópálya csomópont is létesülhet, és nyilván mi már úgy tervezünk most, hogy az autópálya csomóponthoz majd tudjon a belső úthálózatunk csatlakozni. Úgyhogy lényegében azok a pontok, ahol megálltunk, vagy régészeti feltárás, próbafeltárás néztünk, gázvezetékfektetést, a NYIP 2 alállomásnak az építési munkájánatait néztük, és igazából egy szoros ütemterben halad mindenki, hiszen ahhoz, hogy egy időben érjünk el, és reményeink szerint ez az év utolsó negyedéve részhatáridőkkel, illetőleg a következő év első negyedéve, amikor valamennyi munkálatokat be fogunk itt az első ütemet vonatkozásába fejezni, addigra oda kell érnünk az úthálózattal is, hiszen, mint említettem ott a NYIP 2 alállomásnál, hogy a hatalmas nagy tömegű 100 tonnát meghaladó útvonal engedéllyel fog majd ide érkezni az alállomásnak a transformátorai. Azoknak ezek az utak, ezek az ideiglenes utak, amely az építkezés időszakára tökéletes, már nyilván nem lesz elegendő, tehát ott nekünk egy kész, megfelelő teherbírású aszfalt burkolattal kell rendelkeznünk. Úgyhogy ilyen értelemben nehéz a feladat az önkormányzatnak, hiszen egy ekkora volumenű munkát lemenedzselni, és még mellette a párhuzamos fejlesztéseknek az ütemezés is igazítani ezt, ez azt gondolom, hogy az elmúlt két évnek egy nagyon nehéz feladata volt, és örülünk annak, hogy már zajlanak a mi kivitelezési munkálataink, és hogy zajlanak a már betelepült vállalkozóknak is a munkálatai. Magát a beruházást úgy terveztük meg, nagyon körültekintően, előrelátóan, hogy az egyrészt az ipari parkot ide helyezzük, ugye autópálya mellé, tehát a város közlekedési infrastruktúrát nem fogja terhelni, épül majd lefeljáró az autópályára, itt van az iparvágány, legkevésbé terhelje a város közlekedését. Nagyon fontos az, hogy például a Tó utcai már megvalósult vízügyi beruházásunkat úgy terveztük és úgy kiviteleztettük, hogy az több mint 10 000 embernek a szolgáltatását javítja, a nyomás erősödött, és ugyanígy van a közúti infrafejlesztéssel is. A lényege az, hogy az ipari parkot úgy tervezzük, hogy az a város szempontjából iparkon kívül értem a város, és csak előnyöket jelentsen, és ne hátrányokat. Nem csak Újfehértó, hanem Nagykálló irányában is szeretnék szélesíteni a forgalmi útszakaszokat, tette hozzá a polgármester. Emellett Nyírjes és Nagyszállás irányában is épül egy új útvonal, ami a Kállói útba csatlakozik be, ahová egy új körforgalmat is terveznek a kerékpárút kialakítása mellett.
Már javában készülnek a nyári strandszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT medencéi körül. A tavalyi év végül kiválóan alakult, de még több látogatóban bíznak az idei évben. Arról, hogy ezt hogyan sikerülhet elérni, Matavovszky Dániellel, a társaság tavaly kinevezett vezérigazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Mi az, ami most zajlik a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél? Ez a tavaszi időszak minden strand, fürdő és strand életében elég érdekes, hiszen ilyenkor zajlanak a felkészítési munkálatok. Téli álomba helyeztük ugye a strandot a tavalyi év őszén, tél elején, és ezt kell most újra feléleszteni. Medencékből engedtük a vizet, kitakarítottuk szépen, kertészeti munkálatok zajlanak, növényeket ültetünk, padokat festünk, tehát azokat az apró karbantartásokat végezzük el, amiket lehet, hogy a vendégek egyébként észre se vesznek. De ha nem végzik el, akkor feltűnik. Mindenféleképpen, és ettől lesz teljes egy strand, ettől tudják a vendégek kifejezetten jól érezni magukat. És hát az ilyen karbantartási munkálatok során meglepetések is szoktak történni. Történt-e most ilyen, tehát valamilyen váratlan, felújítandó vagy beruházás? Nagyon nagy problémával szerencsére nem találkoztunk. Hát igen, ilyenkor a munkának egy jó része a föld alatt történik, a gépházakban. Át kell nézni a szivattyúkat, csővezetékeket, szűrőrendszereket, ezeket át kell fertőtleníteni, és bizony ott van a sok-sok munka a parkkal is. Zöld hulladéknak az összegyűjtése, növényeknek a telepítése, fűnyírás és fűpótlások. Úgyhogy reméljük, hogy erre a szezonra szépen fel fogunk tudni készülni. Egyenlőre még nincsen olyan nagyon nagy rendkívüli esemény, reméljük, hogy nem is lesz. Elégedettek a tavalyi évvel a fürdő vezetői. Mire számítanak az idén, és mi az, amit tesznek azért, hogy ezek a számok megismétlődjenek, vagy akár túl is szárnyalják? Igen, a tavalyi év az egy elég érdekes időszak volt, főleg a június volt nagyon különös, mert egy roppant gyenge június volt, és mindenki temette már a nyarat, hogy talán nem is lesz 2023-ban nyár, aztán máshogy alakult, a július és az augusztus az bőven kárpótolt minket, és még a szeptember is, még szeptemberben is tovább tudtunk nyitva tartani a medencéket, egészen szeptember 20-a környékéig a strand medencéknek a legnagyobb része nyitva volt, egy elég szép vendégszámot produkáltunk még szeptember hónapban is. Az év vége is egyébként egészen jól alakult, ennek egyrészt az oka a rezsiköltségeknek azért a csökkenése volt. Ilyen szempontból is egy nagyon érdekes év volt a 2023, hiszen évelején még nagyon nagy rezsiköltségek terhelték a céget, de évvégére szerencsére ezek a tervezetnél és a vártnál jobban alakultak. Úgyhogy egészen jól sikerült a 2023-as év. A 2024-es évnek az indulása is egészen jó. A tervhez képest jelentősen tudtuk növelni a vendégszámunkat, már most ebbe az elmúlt három hónapban is, és a tavalyi évhez képest is egyébként. Ennek oka volt, hogy a téli szezonban számos új szolgáltatást vezettünk be. A szaunákra például elég nagy hangsúlyt fektettünk, szaunaszeánszokat szerveztük a vendégeknek, amikről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ennek megfelelően nagyon szép forgalommal zajlottak ezek a rendezvények. Emellett új jegytípust is vezettünk be így a téli időszakban, ez a termáljegy, ami arról szól, hogyha valaki nem szeretné az egész fürdőt igénybe venni, nem szeretne csúszdázni például, vagy a hullámedencébe menni, akkor tud külön kedvező áru belépőjegyet vásárolni csak a termálmedencékbe. Ezt nagyon-nagyon jól fogadták a vendégek, és nagyon-nagyon sokan jönnek ezzel, nagyon kedvelik, úgyhogy örülünk neki, hogy egyre népszerűbb a fürdő, és egyre többen jönnek. A nyári szezonra is tervezünk kisebb programokat. Egyrészt szeretnénk a közelgő sportrendezvényekkel kapcsolatba kivetítőt telepíteni, hogy a vendégek tudják nézni a sportprogramokat akár a vízből is. Készülünk még apróságokkal, valamit még nem szeretnék elmondani, mert még szeretném, hogy inkább meglepetés legyen a vendégeknek. Dolgozunk egy parkolónak a felújításán, a korábban is vendégek által parkolónak használt területet felújítjuk, úgyhogy kulturáltabb körülmények között tudjanak parkolni a vendégek. Bővülnek is a parkolási lehetőségek? Bővül is a parkolás. Egyrészt azáltal, hogy rendezetten tudnak majd a vendégeink beállni a parkolóba, másrészt némileg picit a területe is nő majd a parkolónak, úgyhogy ezt még strandnyitásig szeretnénk átadni, ezt a beruházást. Ez nagyon szerencsés, hogy ezt meg tudjuk valósítani, illetve hát dolgozunk, hogy szép legyen idén a strand. Jegyárak tekintetében alapvetően nem tervezünk változtatni a korábbi jegyárakon,
Ugye január 15-én volt egy minimális jegyáremelés, ez azt jelenti, hogy a tavaly évhez képest csak is kizárólag hétvégén 5%-kal növeltük a jegyárakat. Hétköznapi jegyárak azok változatlanul maradtak. Ezeket az árakat tartjuk majd a nyári szezonra is, tehát további emelés az nem lesz. A tavaly évhez képest a hétvégi jegyárak 5%-kal emelkednek, hétközben pedig maradnak. Egyébként a hétvégi jegyár emelés nem is vonatkozik azokra, akik online vásárolják meg a belépőjüket, hiszen tavaly év decemberétől ezt is megtehetik, ezzel el fogják tudni kerülni a nyári szezonban a sorbanállást is, és egy picit kedvezőbb áron tudják megvenni a belépőjegyet. A családok kapnak-e kedvezményt? Van nagyon sokféle családi jegyünk, tavaly decemberben csökkentettük ezeknek az árát. Legnagyobb mértékben az egyfelnőtt két gyerekes családi jegynek az árát csökkentettük a korábbiakhoz képest, de egyébként mindegyikbe hajtottunk végre átcsökkenést, ami meg is mutatkozik a darabszámnak a növekedésében, tehát több család jön azóta, mióta ezeket a kedvezőbb áru családi jegyeket biztosítjuk. Ezeket is szintén a nyári szezonra fenntartjuk, nem fogjuk növelni, hiszen alapvetően a parkfürdő, meg az élményfürdő leginkább a családoknak szól, tehát ők a fő célközönségünk, és szeretnénk velük megtölteni elsősorban a létesítményeinket. Terveznek-e nagy rendezvényeket? Hát nagy rendezvényeket alapvetően nem, de viszont kisebb, apró programokat nagyon sokat. Szeretnénk azt, hogyha a főszezonban akár minden nap, de egyébként meg legalább a hétvégi időszakban mindig legyen valami program a teljes látogatókorosztálynak. Például most a téli szezonban is tartunk ilyen animációs programokat gyerekeknek, ugye tartunk nagyon sok szauna programot, éjszaka is felnőtteknek, napközben is vannak nyugdíjas napjaink, amik most hétfőnként és csütörtökönként egy rendkívül kedvező áru belépési lehetőséget kínálnak, úgyhogy ugye említettem ezt a sportközvetítéseknek a biztosítását, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd a neki kedvező programot. Ki a célközönség? Elsősorban Nyíregyháza és vonzáskörzete, vagy távolabban is gondolkodnak, milyen marketing tevékenységet folytatnak? Hát alapvetően én nagyon szeretném, hogyha minél több nyíregyházi járna a létesítményeinkbe. Szerintem ez az elsődleges, hogy velük kéne, hogy megtöltsük a fürdőt, de nagyon örömteli, hogy egyre több külföldi vendég is van. Ugye a Covid alatt nyilván a külföldieknek a száma az jelentősen megcsappant, de már az elmúlt években, a tavaly évben főleg már egyre jobban térnek vissza elsősorban a szlovák, román és lengyel turisták. Legtöbben Szlovákiából jönnek egyébként a külföldi vendégek közül. Körülbelül a vendégeinknek éves szinten ilyen egyharmadát, egynegyedét azt a külföldi turisták adják. Ez a nyári szezonban még magasabb ez a szám, télen kicsit kevesebb, úgyhogy elég sok külföldi is jön hozzánk. Történik egy valamiféle együttműködés Sóstó egyéb szereplőivel, gondolok itt mondjuk az állatpark és a fürdőnek van-e együttműködése, vagy a helyi szállodák, vendéglátóhelyekkel van-e valamilyen együttműködés, nagyon valamilyen összekapcsolt csomag? Nagyon sok együttműködésünk van, alapvetően Sóstón működő, majdnem összes szálláshelye van valamilyen kapcsolatunk. Ugye a legnagyobb szállod a Sóstón összekötetésben is van velünk közvetlenül, de más szálláshelyekkel is biztosítunk, szálláshelyeknek is biztosítunk kedvezményes áru belépőjegyet, van velük együttműködésünk, a vendégeiket küldik hozzánk, és egyébként van marketing együttműködésünk, az állatkerttel is, közösen reklámozzuk az előző évekhez hasonlóan Sóstónak a szolgáltatásait, úgyhogy igyekszünk kihasználni minden ilyen lehetőséget, ami adódik, igen. Tulajdonképpen a szállodai háttér is megvan, most már mondhatjuk, és minden adott ahhoz, hogy akár egy-két hetet is el tudjanak itt tölteni a turisták. Abszolút, hát ugye összeköttetésben vagyunk a 123 szobás Hungest Hotellel, egyébként ezen kívül mi is üzemeltetjük a fürdőházat, ahol 19 szoba van, üzemeltetjük a svájciak panziónak a szálló részét, ahol 10 szoba van, tehát ezek együtt azért jó sok szálláshelyet, vagy jó sok vendéget tudnak fogadni, és nagyon sok magánszálláshely van egyébként Sóstón, és ott azon az üdülő területen apartmanok, meg mindenféle kiadó szobák. Ezeknek az üzemeltetőivel is szinte mindegyikkel van kapcsolatunk, és ezekből is sok vendég érkezik hozzánk. Terveznek-e valamilyen nagyobb fejlesztést, akár a parkfürdőben, akár az élményfürdőben, vagy a tófürdőn mondjuk? Hát mindenféleképpen, bár ez nem feltétlenül az idei évben fog megvalósulni, tehát a parkolót azt megépítjük az idei évben a parkfürdőben.
Aztán a következőkben alapvetően mindenképpen bővülnünk kell, hiszen ugye már több mint 10 éve nem volt olyan nagy beruházás, amivel új attrakciót tudnánk adni a vendégeknek, úgyhogy tervezünk medenceépítést is majd a későbbiekben, és hát próbálunk majd megfelelni a vendégeknek az igényeinek, igen. Van hová terjeszkedni? Persze, hát hatalmas nagy területen van a parkfürdő is, tófürdő az már azért nagyjából megtelt, tehát oda új attrakciót nehéz telepíteni, de a parkfürdőben nagyon nagy terület van még, ahol van még hely medenceépítésre, vagy bármilyen más szolgáltatás építésre. Sok ötletünk van egyébként, próbáljuk ennek a finanszírozását majd lehetővé tenni. Ugyanakkor ez egyik nagy előnye a parkfürdőnek éppen a zöld felület, hogy szépen parkosított, és sok füves rész van. Igen, erre szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, idén is nagyon sok virágot fogunk kiültetni. Több mint 3000 egy nyári növényt fogunk például, vagy hát nem is fogunk, hanem lassan már a kollégáim dolgoznak az kiültetésnek az előkészítésén. A fűfelületre is locsoljuk, gondozzuk, nyírjuk, tehát figyelünk arra, hogy ez megmaradjon, ez a parkos strand jelleg. A nyári üzem azért egészen más, mint a téli. Hogyan tudják ezt személyzettel megoldani? Lesznek-e idénymunkák, vagy akár diákmunka? Hát abszolút nagyon nagy különbség van a téli és a nyári üzem között. Ugye ilyenkor naponta pár százal, maximum pár ezren jönnek ugye a téli szezonban. Ilyen 1000 fő körül van mondjuk, vagy 1000 fővel nem sokkal, főtől nem sokkal több az egyidei befogadó képességünk. Nyáron viszont akár 3-4 ezerre, vagy még annál is többen szoktak jönni, és őket ugye nyilván ki kell szolgálni, hiszen sokkal több medence is van nyitva ebben az időszakban. Szoktunk felvenni minden évben szezonális munkavállalókat, és igen, diákszövetkezettel is dolgozunk együtt, akik biztosítják számunkra a munkaerőt. Gondolom, ezt lassan már el is kezdik szervezni és toborozni. Természetesen, igen, folyamatban van. Matavovszki Dániel, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba és elmondta ezt nekünk. Remélem, nagyon jó szezonról fogunk tudni beszámolni. Remélem, ősszel is. Igen. Továbbra sem rendeződött a piaci helyzet az agráriumban, sok gazda nem tudja, érdemesebb belekezdeni a vetésekbe. Az agrárium helyzetéről legutóbb Mandabokorban tartott tanácskozást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ. Az eseményen a közös agrárpolitika támogatásainak megváltozott feltételrendszeréről és a folyamatosan érkező pályázati lehetőségekről is tájékoztatták az érintetteket. A vármegye szinte valamennyi térségében szervezett már gazdafórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ vármegyei szervezete. Ezúttal a vármegye székhelyhez közeli Mandabokorban hívták össze a közelben tevékenykedő gazdálkodókat. A tanácskozásra ezúttal is nagy igény mutatkozott, már csak azért is, mert az érintettek továbbra is reményvesztettek azt illetően, mikor javulnak piaci lehetőségeik. Rácz Imre, a Kamara vármegyei elnöke arról beszélt, sok olyan gazdával beszélt az elmúlt hetekben, akik bizonytalanok azt illetően, megéri-e folytatni a munkát az agráriumban. Elég sűrűn találkozom most a gazdákkal, és elég sűrű a problémák is. Most éppen aktuális ez a nagy szárazság ellen, hogy kezdődjön el a vetés, ugyanis a megyének egy részében a talajhőmérséklete már megengedhetné azt is, hogy a kukoricát napraforgót elkezdjük vetni, de a magágy előkészítésben van problémák vannak a szárazság miatt, hogy inkább már most mindenki arra, hogy hát a hétvége felé egy esős időre fordulom, kapnánk vagy 25 mm csapadékot, és akkor a jövő héten már elkezdődhetne a vetés, illetve elég sok nagy időt fordítunk most arra, hogy ugye a piaci lehetőségek itt az értékesítésnél eléggé beszükültek, és nem nagyon látszik megoldásuk. Azt gondoltuk, hogy azért ilyen március-április környékén majd a betárolt terményeknek a forgalmazása beindul a kereskedelem, de nincs piac, és egy kicsit olyan kedvetlen hangulat uralkodik itt a gazdák körébe, hogy akkor vessünk-e, minek vessünk, mennyit költsünk rá, milyen költségekkel próbáljuk meg ezt az évet átvészelni. Szóval itt lényegében ilyesmikről szólnak ezek a fórumok, illetve a változásokról,
Pap Zsolt helyettes államtitkár úr arról fog beszélni, hogy ezekhez a bizonyos támogatásokhoz milyen úton lehet, milyen forrásokat lehet megszerezni, és azért van általában elég jó érdeklődés, nagy számú érdeklődés, hogy ezeket a lehetőségeket, már ha az értékesítési oldalon ilyen korlátok vannak, akkor legalább a támogatásokat tudjuk maximalizálni. A 2022-es év tragikus szárassága során csúcsosodott ki, mennyire nagy szükség van a nyírség vízpótló beruházására. A tervezés már javában zajlik, a több évig tartó kivitelezés is hamarosan elkezdődhet. Addig azonban a vízügyi ágazatnak és a gazdáknak is meg kell állapodniuk, számos beruházás ugyanis termőföldet érint. KEHO programozási időszakban elkészült a 2000 négyzetkilométeres északmérségnek a vízgazdálkodási fejlesztése. Ez három fő pillért tartalmazott. Az egyik egy tiszai vízkivételmű nyomóvezetékkel maga a vízpótlási része, másik két pillér pedig a vízvisszatartásra vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy 12 állandó tározó helyszínét jelöltük, és annak az engedélyes szintű tervét dolgoztuk ki, illetve több mint 200 darab területi vízvisszatartási helyszínt rögzítettünk, ahol lehetőség van a vizeknek a tartására. A kivitelezési munkálatok mikor kezdődhetnek? Hát ez egy hatalmas volument maga, ez a műszaki tartalom, ez több mint 400 milliárdos nagyságrend, tehát ezt most kis lépésekben tudjuk megindítani. Jó esély mutatkozik arra, hogy a mostani KEHO Plus programozási időszakban egy 20 milliárdos kivitelezési feladat ebből meg tud valósulni. Értelemszerűen ez még a vízpótlási részt nem tudja magába foglalni, de a területi vízvisszatartásban hatalmasat tudunk előrelépni. Ami ennek a különlegességét adja, hogy azt látjuk, hogy az ágazat saját területén, most a vízügyi ágazatról beszélek már, a vízpótlás, vízgazdálkodás nem tudja megoldani, tehát mindenképpen meg kell szólítani a gazdálkodókat, hogy minél nagyobb területet tudjuk találni a víznek, ami egyben mondjuk egy tájhasználatváltás is jelent. Tehát ez a 220 helyszín, ami több mint 2000 hektárt jelent, ez ilyen jelenleg agrárművelés alatt álló területek. Tehát a mai fórumnak egyik fő célja, hogy a problémára tudjuk felhívni a figyelmet, és hogy a gazdálkodókkal kialakuljon egy közös párbeszéd, hogy tudjuk ezeknek az eredményét felmutatni. De mit tudnak tenni a gazdák ennek érdekében, hogy ez javuljon? Műszakilag mi megvizsgáltuk. Lehetőség van ezeken a rendszereket a vizet helyben tartani. Tehát annak a műszaki létesítményeit megterveztük, ezeket engedélyeztetjük, ezeket meg is tudjuk valósítani. De ott, hogy ténylegesen saját területén a gazdálkodó eltűrje, megtűrje a vizet, az már a gazdálkodónak a döntésén múlik. Tehát nagyon fontos, hogy itt az agrár támogatási rendszert is abba az irányba tudjuk mozdítani, hogy ezt a döntést meg tudja könnyíteni, és ezt tudja segíteni. A tanácskozáson elhangzott, a gazdálkodók új feltételrendszer szerint pályázhatnak a közös agrárpolitika beruházási, gazdaság és vidékfejlesztési támogatásaira. Erről a megváltozott rendszerről és az ütemezetten megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket. Azt gondolom, hogy kiváló találkozás a mai nap erre, amikor meg tudjuk ismertetni a gazdálkodókkal a közös agrárpolitikának keretei belül meghirdethető pályázatokat. Tavalyi év végén már kitettünk egy pályázati menetrendet, hogy legyen idő felkészülni, megismerni az agrárkormányzatnak azt a tervét, hogy milyen pályázatok mikor fognak tudni megjelenni. Ma pedig elérkeztünk annak a stádiumába, a szakaszába, hogy havonta megjelennek, sőt hetente megjelennek ezek a pályázati felhívások. A mai napon került ki a kertészetet érintő üveghűtőház, fóliaborítás a növényházaknak a pályázati felhívása, illetve az élelmiszeripar esetében két pályázati felhívás társadalmasításra, ahol várjuk a gazdálkodók észrevételeit, kritikáit, javító szándékú hozzászólásait, majd ezt követően fog elindulni majd a pályázati felhívás megjelenése, ahol már a valódi felkészülés jegyében a beadáshoz tudunk hozzájárulni. Nehéz évek ezek az agrárium számára, mondta el az eseményen Vinnai Győző országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy a kormány éppen ezért szélesítette az igénybe vehető kedvezmények körét. A magyar agrárium nagyon fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságba, és nehéz évek vannak mögötte. Ugye világjárvány, háború, infláció, energiaárrobbanás, a piacok nehézségei, és szerintem nehéz évek vannak előttünk, és ezért nekünk, közéleti embereknek a magyar gazdatársadalmat segíteni kell. Ilyen fórumokkal is segíteni kell, hiszen itt Mandabokorban, a Bokortanyák fővárosában, hiszen itt van a terület önkormányzati képviselője is, aki gyakorlatilag négy nagyobb bokortanyát képvisel, el kell mondani az embereknek, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen uniós támogatások vannak, milyen vidékfejlesztési pályázatok vannak, milyen
hitel lehetőségek vannak, hiszen a kormány kamatstoppot vezetett be az agrárhitelekre is, van egy agrár Széchenyi kártya, tehát beszélni kell az agrárium helyzetéről, és látom, hogy élénk az érdeklődés, és évek után, vagy évekkel ezelőtt volt már egy fórum, de most itt újra van egy fórum, szakemberekkel lehet tőlük kérdezni, meg lehet őket hallgatni az egyes területek fontosságáról. Nemrég jelent meg a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listája, és ott örömmel láttam, hogy a Magyar Agrárkamara elnöke, Györfi Balázs képviselőtársam a parlamentbe, Brüsszelben fogja képviselni a magyar gazdákat. Szükség is van egy jó szakemberre, egy fiatal szakemberre, aki ért a dolgokhoz, hogy megvédje a magyar gazdák érdekeit Brüsszelben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!